Több mint 400 szépíró fiatalt fogadtak a Művészetek Házában, hogy a legszebben író gyerekeket díjazzák. A szépírás pályázatot Csöbör Katalin országgyűlési képviselő hirdette meg. Nem az első alkalommal rendeztük meg ezt a mai szépírás versenyt, amelynek a célja az, hogy legyen kedvük a gyerekeknek kézzel is szépen írni. Általában manapság a gyerekek számítógépen dolgoznak és írnak mindenféle levelet. Egy kis ösztönzést akartunk nekik adni. Külön kategóriákat szerveztünk, alsó tagozatosoknak első, második, harmadik, negyedik osztályosok és felső tagozatosok is jelentkeztek. Egy szép pucséti verset kellett lemásolniuk, a külalakra vagyunk elsősorban kíváncsiak. Vannak, akik rajzzal is illusztrálták, szépen kötötték be, úgyhogy nehéz dolga volt a zsűrinek. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek nem csak tartalmilag írjanak helyesen és jól, hanem szépen is írjanak. Ezért örömmel vettük el a lehetőséget, hogy Csöbör Katalin képviselőasszony meghirdette a gyerekeknek ezt a pályázatot, és nagyon sokan jelentkeztek. Iskolánkból 30 tanuló munkáját lehetett tulajdonképpen értékelni, amire úgy gondoltuk, hogy esetleg erre a versenyre nevezzük őket. A pályamunkákat elküldtük, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy a gyerekek értek el helyezést. Ha helyezés nélkül távozunk, sem leszünk szomorúak, hiszen a nevelési célunkat elértük. Gyerekek odafigyelnek a külalakra, odafigyelnek arra, hogy tényleg szépen is írjanak, és reméljük ez a jövőben is folytatódni fog. Nagyon örülök, hogy napjainkban ilyen versenyt kiírnak, mert egyre elterjedtek, hogy a gyerekek számítógépen írnak, és a sok-sok információ, amit meg kell jegyezniük, ami rájuk zúdul, ez is előidézi azt, hogy egyre kevesebb időt fordítanak arra, hogy szépen írjanak, szabályosan megtanuljanak írni. Tanítónéni vagyok, és én mindig hangsúlyt fordítottam arra, hogy már első-második osztályban szabályosan, gyönyörűen alakítsák a betűket, mert később, amikor az egyéni írás kialakul, akkor sajnos akkor torzul az írás. És én úgy gondolom, hogy régebben is, most is bárki, ha kiad a kezéből egy írást, az valamiképpen visszajelzés arról, hogy az milyen az az ember, mennyire pontos, megbízható, és ezért is tartom fontosnak, hogy ezt a versenyt kiírták, hiszen több mint 400 mű közül kellett választanunk 11 díjat, 11 gyermek örülhet a mai délutánon, és látni fogja, hogy nem hiába dolgozott, és tanult meg gyönyörűen írni, ez a szülőket is minősíti, a gyerekeket és a tanítónénit, és azt hiszem a magyar oktatást, amiről sajnos napjainkban elég gyakran hallani rosszat, de én úgy gondolom, hogy nem olyan rossz ez az oktatás, 32 éve tanítok, és szerintem a gyerekek sok mindent megtanulnak pontosan, a világban bárhol megállják a helyüket. A pályázatra a megye 14 iskolájából több mint 400 pályamű érkezett. A díjátadó ünnepséget a Művészetek Házában rendezték meg, ahol a gyerekek egy filmet is megtekinthettek. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a szépírás pályázatra érkezett versmásolatokkal idős, egyedülálló emberek húsvétját szeretné szebbé tenni. Azt hiszem, hogy nagyon sokan dolgoztak rajta, mind a tanárnők, tanítónők és mind a gyerekek, és ezek a pályaművek nem a szemetes kosárba fognak landolni, ezt szerettem volna még elmondani, hanem egyedülálló idősekre is gondolnánk, és a gyerekek által megírt szép pályaműveket elküldjük az idősek otthonaiba, vagy az egyedülálló vidéken élő embereknek, és reméljük, hogy örömet tudunk nekik szerezni ezzel a kis emlékkel.